Hello, hello! Itt vagyok megint, nézd milyen szép, mindjárt kell fel a nap. Ebben a rövid videóban arról fogok beszélni, hogy igazándiból mi is fog következni, és hogy hogyan lehet ezt gyorsan áthidalni. Egy nagyon-nagyon durva, több tízezer éves egy ilyen rabszolgaság, mentális és fizikai érzelmi rabszolgaság, a Matrix, úgy mondjam, ér véget, annak az utórezgéseit látjuk és tapasztaljuk, és ebbe az a lényeg, hogy jön egy új világ. Az új világ viszont sokkal, hogy mondjam, felelősség teljesebb lesz. A régi Matrixban ugye mindenki csapkodott, szenvedett, játszotta az áldozatot, meg ilyen különféle mentális programokat futtatott. Az új világban ezeket nekünk át kell dolgozni és el kell engedni. Én ebbe fogok nektek tudni segíteni. A Matrix igazándiból szinte minden invertált, vagy ilyen feje tetején állt az egész, mert a Matrix az arról szólt, hogy ha túl okos vagy, lenyomtak. Ha nagy volt a szád, befogták. Hogyha túl sokat tudtál, akkor elhalkítottak. Hogyha túl csendes voltál, akkor megtapsoltak. Igazándiból nem promotálták, nem arról szólt, hogy valaki törjön ki, és tudjon egy jó, normális életet élni, hanem arról, hogy hogyan tudsz egy kriminális, tudod, egy ilyen bocsánat, nem tudom, vagy a twisted mindset. Hát egy ilyen furinka, tudod, ez a mindsettel, vagy igazán az egész egy manipuláció lett, az egész a Matrix egy manipuláció lett, és ennek a most szinte ér véget. Egy zuhanásban lévő repülő még egy pár száz méter van, és utána a földet ér, és bum, fölmegy lángokban. És ez azért nagyon fontos tudni, hogy amit most látok, az arról szól, hogy igazán egy régi világnak vége van, de próbálják nekünk megmutatni igazándiból így a magasabb lények, hogy mennyire el voltunk tájolva, hogy mennyire el voltunk varázsolva, hogy mennyire bennéltünk egy ilyen nagyon szűk mentális világban, és hogy mennyire nem vállaltunk felelősséget a gondolatainkért és a belső elmei világunkért. Ezt azért fontos tudni, mert az elme, az a gondolat teremti a külvilágot. Ez azt jelenti, hogy az elménkben, ebben benne van az idegrendszerünk, ebben benne vannak a szervek, ebben benne vannak az összes ilyen memória, és ez arról szól, hogy van egy gondolatunk, és az a gondolat az elmén keresztül a különféle belső szerveket aktiválja. Főleg az agyat. Az agy ez egy ilyen adóvevő készülék, csak az elem azt mondja, hogy boldog vagyok, most teremtünk egy boldogságérzést, és akkor nagyon jól érzek munkat. Az agy, az kisugározza, vagy kiküldi a boldogság frekvenciát. Tehát mi egy ilyen kis adóvevő vagyunk, azt más emberek, azt az univerzum, azt abban a pillanatban azonnali, tehát idő, úgy megvan, hogy instantaneous. Hát azonnal ez terjed, tehát gyorsabban megy, mint a fény, és elkezdi aktiválni ezt a boldogságot másokban, és akkor arról szól, hogy találkozunk valakivel, hó, nézz, itt is egy boldog ember, ott is egy másik boldog ember, bekapcsoljuk a rádiót, ott is boldog emberek vannak, és milyen marha jó. Viszont ezt tudni kell, hogy több millió gondolat van belül az elménkben, és a legtöbb gondolatunk az nem boldog. A legtöbb gondolatunk az szorongás, az félelem, a legtöbb gondolatunk az arról szól, hogy jesszusom, mi lesz holnap, miért fáj, mit tegyek. És ugyanezek a gondolatok, transmits. Adják hát az agy ugyanúgy elküldi őket, és utána jönnek vissza a kollégák, a szülők, a világ, a minden, hogy jesszusom, szorongunk, mi van, ez honnan jön. És ezt nem is tudjuk, ez tudat alatt van, és ez az új világ, ami jön, ez arra fog szólni, hogy ki kell takarítani ezt az összes francot, okay? Ki kell takarítani, és ezt nem megtagadni kell, nem kiírtani kell, tehát nem mérgesnek kell lenni rá, hanem egyszerűen meg kell tanulni olyan bizonyos eszközöket, megközelítési módszereket, amivel ezt szépen semlegesíteni lehet. Nem akarunk semmit kitörölni, mert memóriát nem kell, nem szabad kitörölni, hanem semlegesíteni kell az érzést mögötte, és utána, ha visszagondolsz rá, szinte mosolyogsz, és a régi bánat, a régi negatív érzelm az minden
csak semleges marad. Amikor mi semlegesek vagyunk, akkor tudunk igazán szeretni. Jó? Majd erről is csinálok egy másik videót. Tehát az a lényeg, hogy az a világ, ami most jön, az új világ, lehet, hogy hallottátok, ez az új föld, ugye angol ez New Earth, és az ötödik dimenzió, negyedik, ötödik, hatodik, hetedik dimenzió, ez arról szól, hogy megyünk fel vibrációba. De viszont azt senki nem mondja el, hogy csak akkor tudunk fölmenni vibrációban, hogyha elengedjük ezt a sok szart. Elengedjük a sok-sok-sok bűbánatot, bánatot, bűntudatot, az ősi történeteket és a lerakódásokat. Jó? Tehát az új világban, aki jön, és ezt te belül érzed, hogy jössz, az arról szól, hogy van-e jó-e a szíved? Szeretnél-e jönni? Érdekel-e téged az emberiségnek így a megmentése? Érdekel-e az, hogy te részt vegyél abban, hogy újraépítsd a világot? Ez a régi világ, ez így esik össze, ez még nem evidens, de ez szét fog esni. Az összes rendszer, a bankrendszer, a financ, a pénzrendszer, minden szét fog esni, és nekünk ezt újra föl kell építeni, de egy teljesen új mentalitással, egy vadonatúj mentalitással, ami arról szól, hogy nem egymást próbáljuk, hogy mondjam, átverni, meg átcseszni, meg az a baj, csak angol jut eszembe ez a competition, tehát hogy versengeni a másikkal, meg túltenni a másikon, hanem arról szól, hogy oké, te mit tudsz, te ebbe vagy jó, én ebbe vagyok jó, gyere, összerakjuk a fejünket, összerakjuk a szívünket, és újraépítünk egy világot. Elnézést, átállítom egy kicsit most kell fel a nap, és nagyon-nagyon világos lett. Na, tehát ez a lényeg, hogy ez az új világ, ami jön, ezt teljesen át kell magunkat az elmei szinten programozni, és ez csak úgy lehet, hogy metodikusan átvizsgálni a múltat, az érzelmeinket, az árnyoldalunkat, a hiedelemvilágunkat, és szépen lépésről lépésre, ahogy átprogramozzuk a belső elmét, egyre kevesebb negatívumot fogunk az univerzumba, hogy mondjam, kibocsájtani, és egyre inkább kitisztul a kvantum mező, és ahogy azt tisztul ki, egyre inkább világossá és jó, pozitívabbá válik az életünk. Jó? Tehát mindent mi irányítunk belülről, és ez természetesen ezt ugye az elitek, ezek próbálták nagyon-nagyon-nagyon elnyomni, kiröhögték, kigúnyolták, tudod, megszégyenítették azokat, akik erről beszéltek, mivel nem akarták, hogy az emberek felébredjenek. Nem is tudom nektek elmondani, hogy hány támadás ért engem, hány száz támadás, meg fenyegetés, meg minden. Hála Istennek, tudom, hogy kell ezeket a mentálisan átprogramozni, mint egy Jedi, és a gyerekeinket is megfenyegették, úgyhogy valami is szépen átprogramoztunk ugye föld a mezőt, meg a dolgot a saját elmében keresztül, hogy semmi fájdalom vagy bántódás ne érjen senkit. Szóval nagyon jó világ előtt állunk. Az a lényeg, hogy a szívedbe érezd azt, hogy ezt te akarod, hogy te akarsz jönni, ha akarsz jönni, akkor mindig lesz segítség, össze fogunk jönni, a régi szeparáció, meg ez a tudod, harag, dű, meg így a másoknak az eltolás az meg fog szűnni, és össze fogunk jönni, és összerakjuk akkor, ahogy mondtam, a szívünket, fejünket, és építünk egy új világot. Jó? Ez nagyon közel van, csak egy pár hónapra. Azért mondom, a lényeg, az első döntés, amit meg kell hoznod, hogy ezt te akarod-e, vagy sem. Ha érzed bent, hogy ezt te vagy, akkor szuper. Én azokhoz beszélek, akik jönnek fel így az Ascension timeline-on, és akik nem, azok meg hát köszi szépen, ciao. Jó, na szép napot, majd a következő videón beszélünk. Ciao.